Délutánra népes tömeg gyűlt össze a Városrész Kultúrházának udvarán. Azért van hagyománya, mert még ugye önálló településként léteztek a városhoz csatlakozott, városávállás követő önálló települések, mindig megvoltak vagy a bucsuk, vagy egy olyan közösségi rendezvény, amikor mindenki jól érezte magát, összejöttek, úgyhogy tartalmas programokon szórakoztak, együtt voltak az emberek, és ezt folytatjuk azóta is, mióta én vagyok a körzet önkormányzati képviselője, és ma délutánra, hál' Isten, a időjárás is kedvezett nekünk, nincs az a túl nagyon meleg, illetve reméljük, hogy csapadékot nem kapunk. Egy nagyon jó kis programmal készülünk a helyieknek, meg a kilátogatóknak. Baglas Néptánc Együttesnek az egész repertoárt fogjuk látni mindjárt kezdésként. Majd azt követően egy szárvendéget várunk, a Huzsika TV népszerű előadói Siher Ferenc és Henna, és a testvérüket, Vanessát is hozzák úgymond ráadásként, és azt követően pedig Gazda Tamás zenél egy kis talpalávalót húz, hogy aki táncra szeretne perdülni, vagy bugi van a lábakba, akkor azt ki tudják adni. Természetesen ilyenkor a elengedhetetlen a megvendégelése a helybélieknek. Erről is gondoskodunk, Fekete Lajos barátom főz idén is egy nagyon finom ételt, büfét üzemeltetünk, a gyerekekről is gondoskodunk, látható az ugrálóvár, de vattacukor, popcorn és minden, ami ilyenkor létezik és van, ahhoz, hogy jól érezzük itt magunkat és jól beszélgessünk. A megjelenteket dr. Sütő László polgármester is köszöntötte. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Horváth Kuti falunapon, vagy mondhatnánk is ezt a búcsút helyettesítő falunapon, mert valamikor régen az volt a legtermészetesebb dolog, hogy minden település búcsújakor rokonok, ismerősök összejöttek, és beszélgetve, iszogatva, jó ételeket fogyasztva együtt volt a nagy család. Ez sajnos utóbbi időben már elmaradt, és azt próbáljuk pótolni olyan rendezvényekkel, amelyről képviselő is beszélt most, hogy kell minden településnek legyen olyan rendezvénye, ahol az ott élők találkoznak, ahol jól érzik magukat, ahol színvonalas műsorokkal szórakoztatják őket, és ami ez természetesen jár a jó itóka, jár a megfelelő étel, és kell hozzá a jó hangulat is. Én azt gondolom, hogy Horváth Kuton ez mindig adott volt, hiszen itt igazából egy önálló településről beszélhetünk, még akkor is, ha nagyon-nagyon régóta már marcoló részeként gondolunk Horváth Kutra, de valójában ez a település mindig önálló életet él. És ahhoz, hogy az önállóság megmaradjon, az egyértelmű, hogy kellenek az ilyen rendezvények, amelyek valamilyen módon a közösségről szólnak, arról, hogy mi Horváth Kutiak itt együtt jól érezzük magukat. Én kívánom önöknek nagyon jó hangulatot mára, nagyon jó ételeket, italokat, és érezzék nagyon jól magukat. A megnyitót követően megkezdődött a zenés-táncos vigasság. A Baglas Néptánc Együttes, a Noszlopi Gáspár Általános Iskola néptánc tanszakával közös műsort adott elő. Thank you.
majd megérkezett a nap sztárvendége Sihel Feri és Henna, valamint legkisebb testvérük, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a településre érkezőknek. Természetesen a szervezők a kicsikre is gondoltak, őket ugrálóvár, vattacukor és édességek vártak. A közösen elfogyasztott vacsora sem maradhatott el, az est további részében Gazda Tamás fokozta a hangulatot. Azért, hogy a Horváth Kutra érkezőket szép környezet fogadja, sok segítőkézre van szükség. A külső településnek kicsivel több forrása van, amiben a képviselő, illetve a helyi munkacsoport rendelkezik az adott szakbizottságoknak úgymond a hozzájárulásával, de az itt lakók, az itt lévők segítsége, támogatása nélkül ez semmiképpen nem oldható meg, és hát látható itt, hogy minden, ami itt most elkészült, és több, mint tavaly, az egyrészt a városnak, a város gazdasági szervezetének, a GAMESZ-nek köszönhető, és nem utolsó sorban helyieknek. Nemes Nándor, Bohár János barátunk, a virágot Nemes Péterné, Margit néni bocsátotta rendelkezésünkre, a dekorációt Balázs Irénke csinálta, és sokan vannak, akik még hozzájárulnak, Luthor Árpád, a segítőcsapatom, Farkas Róbert, Bájhóber Zsolt, a lányok, Éva asszony, akkor Lőci Ilona, akik nagyon sokat segítenek és tesznek azért, és meg kell említenem Bogdán Ildikót is, aki a GAMESZ helyi munkacsoportjának a vezetője, aki a munkatársaival mindig szépen és rendbe tartja a települést. A hétvégén a gombai forgataggal folytatódik a nyári programkavalkád. Nagyon-nagyon szépen!